Tűzoltónak lenni az egyik legnagyobb dicsőség a világon, de nem csak én gondolom ezt, mert pontosan tudom, hogy amikor arról beszélnek az országban, hogy melyik az egyik legnépszerűbb szakma, legelismertebb szakma, akkor azt szokták mondani, hogy a tűzoltó. Így köszöntötte a tűzoltókat Nemény András, a város polgármestere a hivatalos megnyitón. A Vasi Katasztrófa Védelem igazgatója arról beszélt, hogy örömteli a magas részvétel a versenyen. A mai napon közel 100 tűzoltó, nők, férfiak fogják tanúbizonyságát adni annak, hogy az erő, az állóképesség, a vitalitás, a mentális felkészültség az milyen teljesítményre tud serkenteni bennünket. Lépcsőfutással kezdődött a verseny a 12 méter magas állványra. A 20 kiló körüli védőfelszerelésben rohanó tűzoltók hátán 19 kg-os légzőkészülék van, és fel kell húzniuk a magasba egy ugyanilyen tömegű tekercs tömlőt. Aztán a kalapács jön, majd a jellegzetes tűzoltói feladatok. Egy kis pihenés után jön a következő pálya. Többek között egy 4 kg-os kalapáccsal kell 50-50 leütést tenniük, tömlőt is kell feltekerniük, és két súlybőröndöt is célba kell vinniük. A megmérettetésen 3 nő vett részt, a verseny egyes részeit könnyítették számukra, de a pályákat nekik is időre kellett teljesíteniük. Percek alatt végeztek a feladatokkal. Vannak nagyon jó versenyzők, mint például a külföldről érkező versenyzők, akiknek feladata az egyébként egész évben, hogy ilyenfajta versenyek készüljenek, de magyar versenyzőink is nagyon ügyesek, van akinek 2 perc alatt is sikerül az első pályát teljesíteni. 4 vasi tűzoltó küzdött a nemzetközi versenyen, 2 Sárvárról, 2 pedig Gőszekszárdahelyről érkeztek. Drenovác István most jobb időt ment, mint az ellenfele. Az emberméretű 80 kg-os bábú cipelése a hőségben még nehezebb feladat volt. Hát elégedett vagyok, lehetett volna jobb is, de szerintem amennyi edzés csináltam, ahhoz képest jó volt szerintem. Mi az, amit legközelebb máshogy csinálnál, vagy mi az, amivel nagyon elégedett vagy? Hát a bábúhúzás, az kell még gyakorolni, ahhoz kell több edzés, hogy súlyt húzni, meg ilyesmi. Láttam, az első gondolatod a víz volt. Igen, mert ugye száraz a levegő a palacból, és kiszárad az embernek a torka. És ugye utána neki áll köhögni az ember, akkor utána már nehezebb a másik pályán végigmenni. A versenyre hazánk szinte valamennyi vármegyéjéből, Budapestről, Horvátországból, Lengyelországból, Ausztriából, Szlovákiából is érkeztek tűzoltók.